Nem is tudom, mit mondjak nektek. 3 perc, és életetek csatáját kell megvívnotok. Itt dől el minden. Ha sikerül, megmaradunk, mint csapat. Ha nem, végünk. Apránként, lépésről lépésre meghalunk. Ez itt a pokol, uraim. Higgyétek el. Vagyis, itt várhatunk, míg a szart is kiverik belőlünk, vagy küzdhetünk, hogy kijussunk a fényre, és ott is maradjunk. Egy adott ideig. Én a pályán nem segíthetek. Ahhoz öreg vagyok. Ti viszont fiatalok vagytok, és ahogy így elnézlek benneteket, eszembe jut, hogy én minden létező hibát elkövettem, amit ember elkövethet. Sikerült elszórnom az összes pénzemet. Hiszitek vagy sem. Elüldöztem mindenkit, aki valaha szeretett. És a minap arra döbbentem rá, hogy nem bírok a tükörbe nézni. Az ember, ahogy öregszik, úgy veszít el dolgokat. Ez az életrendje. De erre csak akkor jövünk rá, amikor megtapasztaljuk. Ezért mondom, hogy az élet is lépésekből áll. Akár a futball. És ha belegondoltok, mindkét játszmában nagyon csekély a hiba lehetőség. Hiszen, ha egy kicsit nagyobbat lépsz, vagy kisebbet, már máshova érsz. Ha egy picit lassúbb vagy, gyorsabb vagy, már nem kapod el a labdát, szóval minden téren a legfontosabb az időzítés. Legyen az a fél időben, minden percben vagy másodpercben. Igen. Igen, uram. Azt akarom, hogy erre törekedjetek. Azt akarom, hogy nem csak a pályán, hanem az élet bármelyik területén erre az időzítésre törekedjetek. Fogjátok meg, és ne eresszétek el a pillanatot! Mert ha egyszer el kell majd számolnotok velük, akkor tudjátok majd meg, hogy győztesek voltatok, vagy pedig vesztesek! Hogy éltetek, vagy haltatok! Legyen szó bármilyen harcról! Mindig az győz, aki mindent belead! Az élete árán is. És ha egyáltalán van értelme az életemnek, legfeljebb az, hogy én még mindig ezekért a pillanatokért harcolok. Nekem ez az életem. A másodpercek, amik előttem vannak. De én nem küzdhetek helyetted. Viszont nézd a melletted ülőre, nézd mélyen a szemébe. Azt látod majd benne, hogy a srác segít majd a harcban. Látni fogod, hogy ő meghozza ezt az áldozatot a csapatért. Tudja jól, hogy ha rajtad múlna, te is megtennéd ezt érte. Ezt hívják csapatnak. Tehát, vagy túléljük ezt a harcot egy csapatként, vagy oda veszünk egyénenként. Ennyi a történet. Na? Melyiket akarjátok? Thank you.